Sziasztok, hello mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcastban, ahol a mai vendégem Garai Csaba, mesterséges intelligencia szakember. Szia Csaba! Sziasztok! Szia! Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A közelmúltban találtam rád, ugye szerettem volna a mesterséges intelligenciát feldolgozni, meg a mentorklubban ezzel kapcsolatban már egy workshopot indítani, de nem a szokásos szinten szeretnénk maradni, hogy ChatGPT-t mire használd, milyen promptokkal tudsz jobb szöveget íratni, vagy mit tenni, közösségi média posztot, hanem mélyebbre szeretnénk ásni ebbe a témába, és ebben Csabának a háttere nagyon nagy segítségünkre lesz, ugyanis 9 évig dolgoztál, több mint 20 éves informatikai programozó háttered van, hogyha jól tudom, 9 évig dolgoztál a Google-nél, és 4-5 éve dolgozol már saját cégetekben, a QCaps-ben, mesterséges intelligencia fejlesztésen. Mesélj egy picit magadról, oké, ez a bemutatkozás, mivel egészítenéd ki egyetem, hogy kerültél a Google-höz annak idején? Hát azzal kezdeném, hogy Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, mint informatikus. Már ott akkor tanulgattunk mesterséges intelligenciát, de akkor éppen a mesterséges intelligencia tél közepén voltunk, úgyhogy azért az alapokat megadta, de akkor abban az időszakban még nem volt nagyon lehetőség, hogy az iparban ezt annyira az ember utána gyakorolja is. Utána fejlesztőként, szoftver tervezőmérnökként dolgoztam jó néhány évig, főleg telekommunikációs cégeknél. IPTV-n dolgoztam, ami most ugye T-Home-ként a Telekomnál, mint szolgáltatás, annak a bevezetésén. És kipróbáltam magam, mint vállalkozó is, utána külföldön voltam, mint kutató, mérnök egy ideig Nashville-ben a Vanderbilt Egyetem mellett. Majd... Nashville a country fővárosa, nem igaz? Igen. Egyszer jártam ott egy konferencián, és ott minden a countryról szólt. Igen. És utána kaptam egy megkeresést, hogy egyébként a Google-nél dolgozni, az nekem egyfajta álom volt. Tehát már úgy értve, hogy egyfajta célt tűztem ki, hogy valamikor majd az életemben szeretnék a Google-nél dolgozni, és jött egy lehetőség, egy megkeresés, hogy hát érdekelne engem egy Google-ös pozíció. Akkor éppen benne voltam valami, és mondtam, hogy hát most per pillanat nem, de nagyon szeretném, csak beszéljünk már 3 hónap múlva. És akkor utána felvételiztem, sikerült bekerülnöm. Cirka 8 évet húztam le, Svájcba kezdtem, akkor a Google Maps-en, meg a közösségi közlekedés integrációján dolgoztam. Főleg meg a forgalommal kapcsolatos dolgok, adatoknak a felvitelére a Google Maps-re. És 4 év után szerettem volna a főhadiszálláshoz közelebb kerülni, és akkor jött egy lehetőség, hogy áttelepültünk a Kaliforniában, és akkor még cirka 4 évet ott a főhadiszálláson, főleg fizetési megoldásoknak az integrációjával, meg minden, ami pénzügyi mozgást eredményez, vagy ki, vagy be, annak a technológiai dolgaival foglalkoztam. Részben fejlesztés, részben külső partnereknek az integrációjával, és ezen kívül a Dialogue Flow, ami a Google Assistant, olyan, mint a Siri vagy a Alexa, így van, annak a Google-ös megfelelője, ugye az Assistant, annak volt egy, még most is megvan az a Dialogue Flow, amivel egyfajta ilyen conversational platform képességet nyújtotta a Google, hogy újabb Assistant képességeket tudjál integrálni a Google Assistant-be. Mint az Alexának is vannak ilyen mindenféle képességei, hogy nem csak kapcsolt fel a lámpát, hanem mondjuk rendelje pizzát. Ott
ott foglalkoztam ezzel a mesterséges intelligencia résszel valamennyit, illetve hát a payment világban is, tehát a fizetési megoldások világában is, főleg ott a háttérrendszerekben, hogy tudjuk összepárosítani a bejövő pénzt, a konkrétan számlán megjövő pénzt azzal a másik rendszerben megjelölt tranzakcióval. És 2018-ban visszatelepültünk Magyarországra a családommal. És itthon az új cégetekkel már kapásban mesterséges intelligencia témájú megoldásokon kezdtetek el dolgozni? 18-ban vagy azért volt más irány is, és picit később kanyarodtatok ebbe az irányba? Hát rögtön az első megkeresés az pont mesterséges intelligencia, de nem a mostani ChatGPT is, hanem ez egy gépi látás történet volt. Szerintem mondhatom a kopó alkalmazás, ami egy ilyen állatlábnyom felismerő telefonos alkalmazás volt, és ott a megoldást kellett ugye leszállítani az alkalmazás, plusz, hogy maga az alkalmazás a telefonon ezt meg is tudja csinálni. Tehát, hogy nem felküldöm a felhőbe, hanem ott helyben az alkalmazás tudja a képet analizálni, és mesterséges intelligenciával megmondani, hogy akkor ez most egy szarvasnak a patája, vagy egy róka lábnyoma. Vagy egy yeti. Vagy egy yeti, igen. Bár az lehet, hogy külön app sem kell. Oké, szuper. És gondolom akkor egy nagy lendületet ad nektek, hogy most már nem kell különösebben magyarázni, hogy milyen lehetőségek rejlenek a mesterséges intelligenciában. Most a ChatGPT megjelenésével ez így egy csapásra mindenki fejébe felkapcsolódott az a képzeletbeli villanykört, hogy váó, akkor ebben tényleg óriási potenciál van. Téged is meglepett egyébként ez az áttörés, amit elértek az OpenAI kutatói, vagy már számítottál rá, hogy ez jönni fog hamarosan? Én 2 évvel ezelőtt lepődtem meg először. Tehát akkor, amikor a GPT-3 megjelent a piacon, pontosabban akkor még ugye várólistás volt, de akkor nekem szerencsém volt, sikerült hozzájutnom a hozzáféréshez, és nekem akkor már meg volt ez a iszonyat nagy döbbenet, és azóta csak folyamatosan meglepődök, tehát napról napra. A társaimmal beszélgettünk arról, hogy 2 évvel ezelőtt mondtam, hogy fú, ez most egy olyan áttörés, hogy innentől kezdve elkezdenek gyorsulni a dolgok. És eltelt 1/2 év, a 2 évvel ezelőtt, akkor jött ki talán a Meta is, meg mások is. Tehát ahogy megjelent az OpenAI a saját nyelvi modellével, kb. 1/2 év múlva rájöttek alternatív megoldások, és utána gyakorlatilag feleződött mindig az idő, amikor valami úristen, és akkor most már ezt is lehet csinálni, Midjourney, nem is akarom sorolni, de így egymás után. Mára én azt gondolom, hogy eljutottunk odáig, pont talán 2 hónappal ezelőtt beszélgettünk újra a társaimmal erről, hogy emlékeztek, amikor mondtam januárban, hogy ez várható, hogy ez lesz, és hogy az rá egy hónapra megjelent. Utána emlékeztek, hogy onnantól kezdve 2 héttel később meg ez lett. Utána 1 hét múlva jött ez, utána már csak 1/2 hetet kellett várni, és utána most meg az vagy napi szinten. Látjátok, hogy úristen, ezt is kihozták, ez is megjelent, ez egy újabb fejlesztés, ez egy teljesen más vonal. Tényleg napi szinten döbbenek le, hogy micsoda sebességgel és micsoda innováció történik ezen a területen. Az OpenAI, mikor kijött, ugye akkor még egy kicsit nyíltabban beszéltek arról, hogy
hány paraméterrel, hány milliárd paraméterrel rendelkezik, mekkora mennyiségű számítógépes számlási kapacitást raktak bele, azt mondjuk nem annyira mondták, de hogy nagyjából kiszámolták az emberek, hogy mennyi kellett ehhez. Utána ezek ugye kezdtek eltűnni, tehát most már nem annyira nyíltan beszél ezekről a dolgokról az OpenAI. Megjegyzem, teljesen helyesen, tehát abszolút helyeslem, hogy ezt elkezdték visszavenni, ezt a teljes nyíltságot. A Gini kiszabadult a palackból, és nemrég jelent meg pont egy ilyen kiszivárgott dokumentum, hogy az open source-ra mennyire oda kell figyelni ezeknek a cégekre, mert iszonyat sebességgel replikálják azt, amit nekik millió dollárokba került, az sikerül most pár száz dollárban megoldani. Tényleg nem tudtam, mi volt az a pont, ahol erről elkezdtem olvasni, és az Economist, aminek régóta előfizető vagyok, címlapon hozta le ezt a sztorit, vagy főcím sztoriba, hogy egy ex-Google alkalmazott, már nem tudom, hogy mi volt ennek az white papernek a neve, vagy ennek a tanulmánynak a neve, amiben kb. Kitállalt, és mondta, hogy hát pont amit te mondasz, hogy az open source nyelvi modellekkel nem kell több 10 millió dollár ahhoz, hogy hasonló eredményeket tudjon valaki produkálni egy betanítás után. Úgyhogy jó, hogy mondod, mert nem volt meg ez a pont, mert elfelejtettem. És mi is volt ennek a tanulmánynak a neve? Emlékszel rá? Hát volt egyrészt, amikor a Stanford kijött az Alpaca modellével, az ugye a Metának, a Facebook Metának van egy nyelvi modell, amit úgy hívnak, hogy Láma, és ezt különböző méretekben egyébként elérhetővé tették, tehát open source-olták. Az, hogy ez csak kutatásra használható, az egy másik dolog, de hogy mindenki megnézheti, letöltheti majdnem mindegyiket, a kisebbeket azokat viszonylag könnyen hozzá tudsz jutni. A nagyobbaknál, ami ilyen 65 milliárd paraméteres, ott külön engedélyt kell kérni a Metától, hogy ezt letölthest tőlük. És ebből a legkisebbet vette a Stanford csapata, és egy ilyen trükkös megoldással elkezdték fine-tune-olni, finomhangolni. Kimondottan ilyen, úgy nevezik azt, ilyen instruction adatszettel, az különféle ilyen feladatok vannak benne, hogy az a feladatod, hogy az alábbi számok közül választ ki a párosokat. Vagy az a feladatod, hogy mondd el nekem, hogy kell kivasalni az ingemet. Mindenféle, tehát akár tudományos dolgokban is, és összeállítottak egy viszonylag kevés ilyen kérdés-válaszból álló adathalmazt, és utána megkérték a GPT, tehát a ChatGPT-t, hogy ezek alapján csináljál még egy csomó ilyet nekem. És akkor ez valami 150 ezer darab ilyen kérdést generáltak le gyakorlatilag, és akkor ezzel elkezdték ezt a nagyon pici 7 milliárdos, tehát ugye a GPT-3 az volt 175 milliárd paraméter, ez 7 milliárd paraméter, tehát két nagyságrenddel kisebb, vagy tehát nagyságrendekkel kisebb modell. És egy nagyon zseniális ilyen finomhangulási trükkel, ha jól emlékszem, akkor kevesebb, mint egy nap, és valami 600 dollárból, tehát nem is saját gépükön, hanem béreltek az Amazon AWS-en egy ilyen GPU-s szolgáltatást, és akkor azon ezt végigkergették, és akkor megnézték, hogy na akkor így most hogy teljesít ez a finomhangolt modell, és bizonyos területeken, vagy témákban közel hasonló eredményt tudott elérni, mint maga a GPT, tehát az OpenAI-nak. Wow. Ez volt a Stanford Alpaca. Utána jött egymás után a következő, mások is megcsinálták a Vicunát, meg mindegyik ilyen lámaszerű állatnak után elnevezett ilyen kis mini modellek, amiket így
egyre szofisztikáltabb és egyre zseniálisabb módszerekkel próbáltak továbbfejleszgetni, és két irány alakult ki. Az egyik az, hogy minél könnyebben tudjuk ezt finomhangolni, tovább tanítani, a másik meg, hogy minél több eszközön lehessen ezt futtatni. És valaki eljutott odáig, hogy nem tudom, ismerőse a Raspberry Pi, egy ilyen ekkora picike kis számítógép, nem túl sok számítási kapacitása, és arra valaki képes volt rátenni ezt a modellt. Erős javaslat. Igaz, hogy 3 perc alatt generált le egy szót, de működik, tehát... És ebben ugye az a nagy dolog, hogyha jól értem, hogy például a ChatGPT, vagy a Midjourney, tehát ezek a felhőben futnak, ezek a... Én adok egy parancsot, de a kalkuláció mögötte, vagy a válaszadás, a processing, az maga a felhőben történik, de a láma, az alpaka, meg ezeket, amint le tudom tölteni, akár egy számítógépre, laptopra, és nem is kell olyan őrült nagy teljesítményű laptop hozzá, most ahogy látom, dolgoznak az, hogy mobiltelefonra is le tudják tölteni, és ott is fusson, akkor onnantól kezdve én is esetleg betaníthatom az én adataim alapján, amit szeretnék, és a saját szolgálataimba állíthatok egy mesterséges Abszolút. Intelligenciát, igaz? Jól értem. Nyilván ugye ez nem lesz ugyanaz a, mint hogyha, tehát nem a ChatGPT-t fogod letölteni magadhoz, hanem azért ezek jóval kisebb teljesítmények minden tekintetben, tehát hogy értelemszerűen egy 7 milliárd paraméterre rendelkező nem tud olyan lenni, mint egy több száz milliárd paraméteres modell, bár ez sem feltétlenül igaz, tehát hogy meglepődhetünk megint majd, hogy kiderül, hogy sokkal kisebbel is meg lehet. Szerintem itt egy fontos dolog, hogy ezek a ilyen alapnyelvi modellek, ezek a foundation modellek, amit a Google is, meg az OpenAI is csinál, ugye ezek a GPT-3, GPT-4, ezek hihetetlenül nagyok, és mindent is tudnak elég jól. Míg ezek a picik, ezek, hogyha mindent kellene, akkor mindent nagyon rosszul fognak tudni csinálni, de azért így felcsillant a remény, hogyha specifikusan valamire tanítod őt rá, akkor abban elég jó teljesítményt el tud érni. És ha belegondolsz, mondjuk kell neked egy valamilyen AI segítség, ahol mondjuk szeretnéd, hogy az önéletrajzokat egy kicsit mondjuk osztályozza, hogy igen, ez jó, ez közepes, ebben ezek a hibák vannak, tehát ez egy specifikusabb terület, ugye? És hogy nem kell az, hogy neked ez a modell az eredményt mondjuk egy Shakespeare szonetként írja meg. Tehát a nagy modell, az, ha ezt kéred tőle, akkor ezt is megpróbálja, és valamennyire még sikerülni is fog neki. Itt meg ugye nem kell neki se tudni kódolni se, meg semmi, hanem arra a specifikus dologra rá lehet őt finomhangolni, és akkor azt ő fogja, szakbarbár lesz gyakorlatilag, míg a másik az pedig ilyen mindenhez valamennyire értek, és van egy-két dolog, amihez meg nagyon. Tehát akár én is tudnék, hogy mondjuk összeírok 1000 kérdést, ami álláskeresés témába felmerül, mit csináljak András akkor, hogyha 5 évet kihagytam valami miatt, akkor hogy kezeljem ezt az önéletrajzba? Ugye nagyon sok olyan kérdés jön ügyfeleimtől, ami nagyon sokszor ugyanaz. Picit más a válaszom attól függően, hogy ő most gyerekszülés miatt hagyta ki, vagy betegség miatt, de ezek a kérdések ismétlődnek. Tehát mondjuk összeírok 1000 kérdést, megfelelően részletesen kidolgozom a válaszomat, akkor ezt feltölteném egy ilyen modellbe, akkor ez alapján meg tudnám tanítani kb. Hogyha már az ügyfeleim írják be a kérdés, akkor egy ahhoz nagyon hasonló választ adjon, mint amit egyébként én adnék. Én szerintem más koncepcióval kell ezt megközelíteni, mert amit most elmondtál, az a klasszikus megközelítés, hogy összegyűjtöttem egy csomó kérdést, és akkor ebből csináljunk egy mini adatbázist. Tehát így ezt mondtad, ugye, hogy kidolgozom egyesével. Ehelyett ugye az új AI-os megközelítés az, hogy ha neked megvannak ezek a interakciók, tehát bejött a kérdés, te azt valahogy megválaszoltad, és nem is feltétlenül írtad le, hogy ebben a szituációban, hogy
mondjuk gyermekvállalás miatt hagytam ki, tehát ezt sem kell, hogy beleírjad, mert hiszen a kérdésben valamennyire ez benne van. Ezt így beleömleszted az egészet, hogy, hogy na, én így beszélgettem ezekről a témákról, ezekről a különböző élethelyzetben lévő emberekkel, és akkor ebből maga a mesterséges intelligencia szintetizál valamit, és utána, hogyha felteszel egy hasonló kérdést, de a kontextusban az van, hogy ő azért hagyott ki, mert egészségügyi problémája volt, vagy azért hagyott ki, mert el akart menni utazni 2 évre Bangkokba, akkor még úgy is megpróbálja megválaszolni, hogy ez a szituáció konkrétan nem is fordult elő sose. De valami hasonló igen. Tehát, hogy más is volt utazási helyzet miatt ebben a szituációban, de nem konkrétan Bangkokban. És az adatbázisban ezek szerepelnének, ez a Bangkokban voltam, és ha nem ott volt, akkor már nem jönne feltétlenül elő. De hogyha utazás, akkor ezeket a kapcsolatokat megtalálja ez a algoritmus, mesterséges intelligencia. Wow. És milyen lehetőségek vannak még benne? Mesélsz egy picit a ti szolgáltatásaitokra, vagy elképzelésekre, megoldásokra, amit dolgoztok a QCAPS-nél. Említettél valami olyasmit, hogy a céges pénzügyi adatokat feltölteni, és aztán ilyen csetes alapon, vagy chat alapon feltenni kérdés, hogy hogy alakult a 2023-as, a első fél éves eredményeim tavalyhoz képest, erre is képessé lehet tenni ezt a betanított egyedi modellt? Igen, és az az érdekesség, hogy mikor ezt mi kitaláltuk, nagyon megörültünk, hogy hát nem csak, hogy kitaláltuk, hogy ezt így milyen jó lenne, ha lenne, hanem ilyen kis proof of conceptként így meg is csináltuk, és működött. És akkor nagyon megörültünk, aztán utána kicsit eltelt talán 2-3 hét, tehát nem is az, hogy fél év, és jöttek egymás után a bejelentések, ugye, hogy a Microsoft demonstrálta, hogy az Excelben ilyen meg olyan kis chatablak, és akkor kérdezgethetsz az adataiddal kapcsolatban. OpenAI-nak a ChatGPT-jébe pluginok, tölts fel a PDF-edet, az Excel-edet, tehát hogy ezek a képességek így hip-hop-pik-pak megjelentek a piacon lévő mesterséges intelligencia modellek megoldásokban is. Úgyhogy ez mondjuk nem szomorított el minket, tehát mert mi úgy vettük ezt, hogy akkor mégiscsak van igény. Tehát ha nem lenne versenytárs, akkor az gond. Ha van versenytárs, akkor az jó. Mondjuk félelmetes, hogy ezeket a cégeket kell felsorolnom, mint versenytárs. Ugyanakkor ugyanúgy, mint a ChatGPT-nél, hogy mindent is kell tudnia ezeknek a nagy modelleknél, itt is teljesen általánosan kell nekiállnia. Tehát, hogy tölts fel az akármilyen Excel-edet, és akkor majd fogsz tudni feltenni akármilyen kérdést. De valójában, hogyha te csinálsz egy szakbarbárt, aki azt mondja, hogy csak erre a konkrét üzlet vagy iparágra fókuszálok rá, és ott finomhangolsz egy modellt, akkor ugyanez a képesség, hogy na, akkor tölts fel, és az a finomhangolt modell fog majd beszélgetni ezzel az adatsoroddal, az sokkal jobb eredményt tud hozni, mert hát ugye ismert ez a hallucináció, tehát hogy nem tudod eldönteni egy ilyen nagy nyelvi modellnél, hogy amit kapsz, az tényleg helyese, igaz-e? Vagy csak nagyon meggyőzően állítja, hogy én ezt tudom, és biztos vagyok benne, hogy ez a válasz. Uh-huh. Úgyhogy mi ebbe az irányba indultunk el, hogy kiválasztottunk területeket, és arra finom hangolunk modelleket, hogy ami választ ad, arról meg tudja mondani, hogy ez most tehát totál biztos abban, vagy pedig azt mondja, hogy hát itt egy kicsit kreatívnak kell lennem, úgy az a véleményem, hogy szerintem ez meg ez van, de azért csekkold már le, léci. Világos. Meg ennek van egy olyan vetülete is, nem, hogy a cégek nem biztos, hogy szeretnék feltölteni egy fekete lyukba teljes céges tranzakciós pénzügyi adatokat, amik még
nem is, mondjuk tőzsdei cégnél még nem kerültek nyilvánosságra, és aztán ki tudja, hogy mi lesz vele. Nem igaz? Tehát, hogy szeretnék azért itt egy picit így a saját berkekbe tudni ezeket. Abszolút. Most olvastam éppen egy kimutatást arról, hogy ha jól emlékszem, akkor ez egy globális volt, a cégeknek az alkalmazottainak a 11%-a az, aki feltölt olyan anyagot, amit nem kellene, hogy feltöltsön. Tehát, hogy van benne valamilyen olyan adat, ami hogyha kikerül, akkor az gond valakinek. Tehát a orvos feltölti a páciensének hogy ő a vizsgálati anyagát. Hogy ezt légy szíves, fordítsd már át emberi nyelvre, vagy írd le latinul, vagy valami, és benne maradnak olyan dolgok, amik, hogyha ugye valamit az ember feltölt mondjuk a ChatGPT-re, akkor alapból te hozzájárulsz ahhoz, hogy ezen a jövőben majd ők trénelik a modellt. Ezt le lehet most már tiltani, tehát hogy mondhatod azt, hogy nem szeretném ezt, de ha ez mégse történik meg, akkor ez belekerül a modellbe. És meg korábban tesztelték is őt, hogy ki lehet-e olvasni ilyen adatot. Valaki például a vezetői engedélyének a számát próbálta meg kideríteni valakinek, és az véletlenül így belekerült. Aha. Wow. Tehát, hogy ezért lesz szükség, hogy nem mindenre fogják a cégek használni a ChatGPT-t, hanem valószínűleg ilyen saját kis modelleket töltenek le, finom hangolnak, saját céljaik szolgáltába állítanak. Én ebben hiszek. Annak ellenére is, hogy nyilván ezek a nagy cégek, mint közmű, fogják és akarják adni ezt a piaci alapon ezt a szolgáltatást. És ha belegondolsz, hogy az AWS is, ugye mint ahogy a felhő integrációk, felhő migrációk sokáig nem tudtak megtörténni, mert nem volt meg a hit a vállalatokban arról, hogy amit én oda kiraktam, akkor az tényleg ott biztonságban van, senki nem fér hozzá, és hát azért ez felpuhult. Tehát most már van bizalom a Amazon irányába is, hogy ha én ott csinálok egy virtuális gépet, és ahhoz megvan a megfelelő hozzáférés korlátozás, akkor az majdnem olyan, mint hogyha az én adat központomban lenne a gép, tehát teljesen, sőt, sok esetben jobb. Biztonságosabb. Igen. És hogy én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell, és ebben az irányba fog elmozdulni, de most még azért az elején vagyunk, tehát hogy jöttek felszínre ilyen problémák, hogy valaki a chat historikhoz hozzáfért, más embernek a chat historiaihoz hozzáfért az OpenAI-nak a felületén keresztül. Ez egy hiba volt a rendszerben, tehát hogy előbb-utóbb ezeket ki fogják javítani, meg ezt nyilván ki is javították, de addig, amíg itt az elején vagyunk, addig ez biztos, hogy óvatosabban kell, és óvatosabban is állnak hozzá a vállalatok ehhez a témához. Hosszú távon, hogy kell-e saját modell, én azt gondolom, hogy igen. Tehát nem kell az a nagy modell neked, ami Shakespeare szonettet is tud írni, hogyha tudod, hogy soha nem fogsz Shakespeare szonettet íratni vele. És ha belegondolunk, annak az üzemeltetési költsége sokkal nagyobb, azt nyilván rád fogják terhelni, mint egy kis modell, amit meg csak akkor lesz jó, hogyha finom hangolva van a te use case-edre, a te szakterületedre. A finom hangolás egyébként hogy történik? Ugye ez a finom hangolás betanítás, hogy adatok alapján betanítom, vagy a tudását, mert fizikailag ez hogy néz ki? Feltöltök egy Excel táblát, vagy valami hasonló módon? Fizikailag, tehát kell hozzá adat. És hogy az az adat, az lehetőleg jó minőségű legyen. Erre is vannak már mindenféle kutatások, hogy régen azt mondták, hogy legyen nagyon-nagyon sok adatod, nem baj, ha vannak benne hibák, is, csak jó sok legyen. Most úgy tűnik, hogy a sokkal kevesebb adat is elég, hogyha azok jó minőségűek. Tehát, hogy vagy ilyen, vagy olyan, valamilyen módon legyenek adataid,
És ezt feltöltöd, igen, így van. És maga a folyamata az úgy néz ki, hogy mondjuk egy ilyen nyelvi, nem csak nyelvi modellt lehet finomagolni egyébként, tehát hogy képi feldolgozót is, tehát Midjourney-t is, ugye Midjourney-szerű modelleket is. Ott a finom hangolás például arról szól, hogy veszel egy ilyen képgeneráló modellt, és mondjuk arra hangolod rá, hogy Michael Jackson különböző pózókban tudjanak egy csinálni. És akkor az nem minden tud generálni, hanem csak Michael Jackson tud neked rajzolni, vagy egy adott stílusban. De itt visszatérve nyelvi modellekre, tehát van egy halom szöveged, veszel egy ilyen nyelvi modellt, és a finom hangolás meg a tanítás között az a nagyon nagy különbség, hogy a tanításnál ott az összes paraméterét folyamatosan frissíti. Tehát hogy beküldünk egy mintát, tudjuk, hogy minek kéne kijönni a másik oldalon, és ha nem, akkor az összes kis paramétert egy kicsit csavarjuk abba az irányba, hogy a hibázás az kisebb legyen. Tehát le lehet mérni, hogy mennyire rossz a válasz ahhoz képest, mint amit elvársz. És a finom hangolás az pedig nem az összes paramétert fogja csavargatni, hanem lefagyasztanak nagyon-nagyon sok paramétert, és megengedik, hogy egy pár paramétert ott csavargassál benne. A paraméter egyébként micsoda? Ezek a modellek ugye, csak számokon tudnak dolgozni, és hát sokan mondják azt, hogy az alapján van az egész lemodellezve, hogy az agy működik, és kevesen mondják azt, hogy de nem. Tehát hogy valamennyi kapcsolat van, hogy ugye vannak agysejtjeink, amik kapcsolódnak más agysejtekhez, és itt is van egy mesterséges neuron, agysejt, de nem agysejt, egy mesterséges neuron, ami kapcsolódik más ilyen mesterséges neuronokhoz, és ezeknek a kapcsolati erősségét, ezeket nevezzük mondjuk paramétereknek. Tehát az is egy paraméter, hogy hány darab ilyen van, meg az is egy paraméter, hogy ezek mihez kapcsolódnak hozzá, és akkor ezt úgy nevezik, hogy súlyok, tehát vannak a neuronok, és a neuronok közötti kapcsolatot nevezik súlyoknak, hogy mint hogyha mondjuk az agyadban mennyire vastag az a kapcsolat, ami a másik agysejthez kapcsolódik, mert akkor az fontos ott, tehát ott gyorsan kell tudni átmenni a jelnek. Itt is kicsit hasonló, hogy bejön egy valamilyen szám, és akkor ezt mennyire nyomom el. Hogyha az ott nagyon pici, akkor csak nagyon kis mértékben járul hozzá az a bemenő információ a végeredményhez. Még hogyha az a súly ez nagy, akkor meg nagy mértékben járul hozzá. Tehát ezek a súlyok, ezek egy ilyen csavarható paraméterek, akkor van egy ilyen eltolás, hogy mennyivel tolod el ezeketnek a súlyoknak a végeredményét. Ilyen, így kell nagyjából elképzelni, és ez teljesen automata, tehát nem kézzel kell csavarni, hanem berakod a bemenetére azokat az adatokat, amit összegyűjtöttél, és a kimenetet összehasonlítod azzal, hogy mi a tényleges elvárt kimenet, és ezt, hogyha számszerűsíteni tudod, és ki tudod vonni egymásból, akkor megmondja, hogy mekkorát tévedett, mennyire nagyot tévedett. És akkor ebből tudja, hogy akkor visszafelé melyiket hogy kell csak azon pár csavargatható paramét, a többit nem fogja bántani, mert azok le vannak fagyaszva, azokat csavargatja, és akkor megnézi, hogy na, hogy kell ezt csavargatni ahhoz, hogy ez pont olyan legyen, mint amit elvárok. Tehát már a csavargatás is a mesterséges intelligencia alapján történik, vagy csinálja maga, az én instrukcióm. Maga a mesterséges intelligencia, tehát hogy a mesterséges intelligenciának az ága, ugye az a gépi tanulás, az pont erről szól, hogy egy olyan gépet hozol létre, aminek példákat mutatsz. Tehát itt van ez a kép, ez kutya, ez a kép, ez macska. Vagy itt van ez a szöveg, egyszer volt, hol nem, mi a következő szó? Volt. Igen. És akkor ez, hogyha nem találja el, akkor meg lehet nézni, hogy ez mennyire messze van. Egyszer volt, hol nem, semmi, akkor ez nagyon messze van. Egyszer volt, hol nem, lesz,
akkor az már elég közel van, mert hogy nem lesz, hanem tehát a lesz meg a volt, az elég közel van, és akkor azt így ki lehet számolni, hogy na, közben sokkal jobb és jó irányba indultál el, tehát akkor még egy kicsit csavarjunk abba az irányba, amiben elindultál. Ugye, amiről most beszélgettünk, ez a saját infrastruktúrámra letöltött nyelvi modellnek a finomhangolása, betanítása. És mielőtt még ráfordulunk a munkaerőpiaci dolgokra, hogy na, én ebből hogy tudnék hasznot húzni, beszélsz egy picit arról, amit említett, hogy a ChatGPT-hez API-on keresztül is lehet már csatlakozni, és így lehet sokkal specifikusabban igénybe venni, hogy ez hogy működik, milyen forgatókönyvekre lehet használni, nem feltétlenül ugye a technikai részlete, hanem hogy mire lehet ezt használni. Miért nem elég nekem, hogyha csak parancsokat írok be a ChatGPT-nek? Számomra ez egy nagyon érdekes és sarkalatos kérdés, hogy a ChatGPT, mint amit általánosan ismernek az emberek, tehát az egy olyan felület, ahol nem direktbe a modellt használod, hanem ők már rátesznek mindenféle lefolytásokat, trükköket. Most ugye teljesen fekete doboz az egész, tehát hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi történik akkor, amikor beírsz valamit, és az mielőtt eljutna a nyelvi modellhez, nem tudjuk, hogy mi történik. De a végeredményt tudjuk azt, hogyha arról kérdezed, hogy hogy kell bombát csinálni, akkor azt mondjam, hogy bombát nem mondom meg, hogy hogy kell csinálni, de hogyha a gyermekeddel akarsz kísérletezni ezzel, akkor öntsél szódát, meg nem tudom micsodát, és akkor ez úgy fog működni, mint egy bomba, de valójában a nyelvi modell, hogyha tudja is, akkor sem fogja neked elárulni. Az API-on keresztül ott érdekes módon egy kicsit más válaszokat kapsz. Tehát vannak olyan nyelvi modelljei az OpenAI-nak, ami API-on keresztül elérhető, hogy nincs benne ez a lefolytás. Tehát jobban tudsz vele kísérletezgetni, hogy valójában mire is képes ez a modell. Ugyanakkor nem kapsz meg bizonyos dolgokat, amit meg a ChatGPT felületen megkapsz. Tehát a ChatGPT felületen egy ilyen beszélgetős módban tudsz hozzáférni azokhoz az információkhoz, ami ebben a modellben benne van, vagy képességekhez. Tehát beírom azt, hogy írjál nekem egy rövid történetet a robotkacsáról, akkor ő ugye ír neked valamit, és akkor azt mondod, hogy jó, de legyen sokkal érdekesebb a vége. És ehhez az kell, hogy ő tudja azt, hogy miről beszélgettél. Az API-on ez nincs meg. Tehát, hogy neki csak így betolsz egy szöveget, és akkor megmondja, hogy szerintem mi a következő karakter, tehát sokkal alacsonyabb szintű a hozzáférésed. Ez valahol ugye jó, valahol meg nem olyan jó, de hogyha a képességeket maximálisan ki akarod használni, akkor a legalacsonyabb szintű hozzáférés a jó, csak ugye meg kell hozzátenni azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy hasonló élményed legyen, mint a ChatGPT-nél. Tehát az API-nál nincsen neki se memóriája, se semmi. Tehát, hogyha beküldesz, hogy mi a véleményed a piros színről, akkor elmond valamit, és hogyha visszakérdezel, akkor ő nem tudja. Tehát, hogy az ott ilyen stateless, tehát nincsen neki állapota. Ugyanakkor lekérdezhetsz olyan paramétereket, amiket a másik oldalon nem. Tehát, hogy minden egyes szóról meg tudja mondani, hogy ez milyen valószínűséggel szerepel. Tehát, hogy amikor én ezt választottam, akkor miért választottam ezt a szót vagy tokent? Értem. Köszi, hogy ezt egy picit jobban megvilágítottad. Most nézzük meg a munkaerőpiaci lehetőségeket, és ugye lehetne rengeteg témába elvinni ezt a beszélgetést, hogy mennyire fenyegeti az embereknek a munkáját, mennyire fogja átvenni. Most már szerintem nagyon sokan értik, hogy igazából nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia veszi el valakinek a munkáját, hanem valószínűleg az a másik ember, aki ezt jól tudja használni, mint egy eszköz. De ami engem érdekel, hogy egy karriert el lehet-e ebbe az irányba vinni. És itt nekem pár dolog rímmel. Egyrészt
Én is pénzügyes voltam nagyon sokáig, szerettem volna egy vállalkozást csinálni, fogalmam sem volt, hogy mi legyen, már így a karrier tanácsadás derengett, de aztán amikor a digitális marketingre rátaláltam 2007-8 környékén, ami akkor nagyon gyerekcipőben volt, viszonylag korán át tudtam képezni magam, és egy meglehetősen erős digitális marketinges képességet tudtunk építeni a cégen belül, aminek köszönhetően piacvezető lett a Gary Lernerhez műhely. Tehát én a karrieremet, ilyen, ahogy az angol mondja, turbocharge-oltam, vagy turbofokozatba tettem, és egy teljesen új irányba tudtam elindulni. És egy olyasmi érzésem van most, hogy ezt nagyon sok szakember meg tudná csinálni, mert ugye itt nem feltétlenül azokat a PhD fokozattal rendelkező matematikusokat, fizikusokat, computer scientisteket keresik már, aki mondjuk az elmúlt 5-10 évben a mesterséges intelligencia területére kerestek munkaerőt, akkor szinte ilyen képességű embereket vettek fel, hanem most már inkább ezek az integrátor munkakörök lesznek, mint egy SAP tanácsadó, aki ugye konfigurálja az SAP-t egy adott cég igényére, vagy egy cloud architekt, aki nem egy új cloudot épít ki, hanem az AWS, az Amazon vagy a Microsoft Azure megoldásait szabja a cég igényeire. Te hogy látod ezt a kérdést? Jól látom szerinted, hogy ezek az integrátor munkakörökre lesz a legnagyobb szükség, vagy ez abszolút fals gondolkodás? Nehéz megmondani, mert hogyha most az informatikai területre gondolunk, akkor én azt gondolom, hogy mint annó az internet hajnalán, ott valahol digitalizálni kellett dolgokat, és valahogy összehangolni a való világot a számítógépek világával. És hogy ez az igény, ez most fel fog merülni itt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is, hogy itt van a mostani üzletem, és ezt hogy tudom összehangolni a mesterséges intelligencia világával. És ez egyfajta, ahogy mondtad is, ez egy integrációs feladat, amit meg kell oldani, és ahhoz kell érteni eléggé egyrészt az üzleti igényt is, meg egyrészt a technológiának a lehetőségeit, képességeit, határait. Tehát, hogy az informatikában én azt gondolom, hogy most ez valószínűleg így be fog gyorsulni, hogy igen, akkor mi is szeretnénk ezt, és akkor hogy lehet ezt a OpenAI-hoz, vagy milyen, vagy a saját nyelvi modellt, akkor ott jönnek a megkötések, hogy jaj, mi az OpenAI-jal nem akarunk, mert nem akarjuk, hogy kikerüljenek, akkor jönnek az integrátorok, jó, de nekem van egy olyan megoldásom, hogy akkor ezt akkor telepítsük le egy zümmögőgépként az irodádba, jaj, én azt nem akarom, akkor legyen ez a cloudban, legyen jó a cloud, azt már ismerem, legyen akkor a cloudban. Tehát, hogy most sok lehetőség van, én azt gondolom, és ezt kell megtanulni, hogy mik ezek a lehetőségek, és ne csak így egyszerűen oda menni, hogy hát ezt így lehet csinálni, ez nem tetszik neked, akkor nem lehet megcsinálni. Tehát ez az egyik oldala. És a másik oldala, ugye meg a minden, már bocsánat, hogy ennyire így két részre osztom, hogy informatikus és nem informatikus. Tehát az nem informatikai szakmákban, ott én azt gondolom, hogy továbbra is az lesz a legkeresettebb, hogy az adott területen ő szakértő legyen. Mert ez nem más, mint ez egy okosított Excel, vagy egy okosított Word. Tehát nem úgy vesznek fel egy marketing szakértőt, hogy na te mennyire tudod az Excel-t. Hanem mennyire tudod a szakmát, ugye? Tehát, hogy ez egy eszköz. Annyiban más eszköz, hogy ha ezt odaadod egy olyan embernek, aki nem nagyon ért, akkor ezzel az eszközzel el tudja hitetni, hogy ő annyira ért, mint amennyire úgy átlagosan az emberek elhiszik, hogyha ilyen dolgokat mond valaki, hogy ért hozzá. Tehát, hogy én elkezdenék pufogtatni frázisokat arról, hogy mondjuk a digitális marketingben mennyire fontos a SEO például, és akkor jaj, már az, akinek meg kell ezt valahogy ítélnie, hogy ő mennyire jó digitális szakember, digitális marketing szakember, hogy SEO már elhangzott, akkor ő már biztos, hogy valamennyire ért hozzá.
De ez egy ilyen imitation game. Tehát, hogyha ezt a túlt használod, akkor bárki más is ugyanezt használja. Nyilván, hogy mit írsz be neki kérdést, azért máshogy fog válaszolni. Tehát, hogyha egy picit megkutatod azt a területet, amin így el akarsz helyezkedni, és utána így viszed a laptopot a hátadon, és be vagy valahogy kötve így a szemüvegedbe, és így visszamondod azokat a dolgokat, amit így felmond, akkor úgy fogsz tűnni, mint egy valamennyire hozzáértő, ehhez a területhez értő ember. De ez kevés lesz. Tehát, hogy ha nem értesz a területhez, akkor nem tudod eldönteni, hogy amit mondasz hülyeség vagy valóság. A szakterülethez nem értesz, azért nem tudod, hogy konkrétan mit is kell akkor ilyenkor csinálni, hogy csináljam ezt meg. Lehet, hogy meg tudod kérdezni, hogy akkor ezt konkrétan hogy kell megcsinálni, de sose csináltad. És ugye nem ugyanaz, mint egy YouTube videó alapján valamit, jaj, most már tudom, értem, és akkor csináljuk meg, akkor valószínűleg 20-szor olyan lassan fogod megcsinálni, még akkor is, hogyha a YouTube videó jól elmagyarázza, mint hogyha ezt már csináltad volna 20-szor. Tehát azt mondod, hogy ha a Photoshopban, hiába tanulom meg a Photoshopban integrált mesterséges intelligencia képszerkesztő lehetőséget, attól nekem még grafikusnak is kellene lennem, tehát nem elég azt megtanulni. De az a grafikus, aki már nem csak manuálisan használja Photoshopot, hanem a mesterséges intelligenciával kiegészített funkcióit fogja használni, az lesz az elsősorban keresett szakember, mert amellett, hogy egy jó szakember, sokkal hatékonyabb lesz a munkája. Én azt gondolom, igen. Aha. És az, hogy ennek milyen hatása van a munkaerőpiacra, valószínűleg te jobban tudod boncolgatni, de így szívesen megosztom a véleményemet, hogy én azt gondolom, hogy azok, akik jó szakemberek, és ezt az eszközt használják, azok többet és gyorsabban és jobbat fognak tudni előállítani abból, amit kell. És ez lesz egy nagyon érdekes kérdés, hogy a munkaadók hogy fognak ehhez hozzáállni. Hogy ez lesz akkor utána a minimum. És olvastam cikkeket, ahol azt mondják, hogy tudom, hogy úgy is használjátok a ChatGPT-t, nem tudom megakadályozni, hogy ez ne legyen az, úgyhogy innentől kezdve mindenkinek megemelem a kvótáját. Tehát eddig naponta 2 kellett csinálnod, most naponta 20-at. És akkor lehet használni a ChatGPT-t, ha sikerül beintegrálnod a workflow-ba, old meg, nem érdekel, hogy, és hogyha sikeresen vetted, akkor 20-at kell tudnod produkálni a kettő helyett. Aki ezt megugorja, az marad, aki meg nem, az nem. Uh-huh. Tehát, hogy lehet ez is. A másik, hogy azt mondja a munkavállaló, hogy igen, ez tök jó, és nekem az a fontos, hogy minőségi legyen a munka, amiért több pénzt tudok elkérni. Tehát ugyanúgy 2 várok el tőled, de az sokkal jobb legyen. És hát ez a klasszikus ugye projekt management háromszög. Mennyi idő alatt, mennyibe kerül, és milyen a minőség. Ez a 3 dolog van, és ebből 2 választhatsz ki, a 3. az így automatikusan kipottyan. Tehát, hogy ha valamit gyorsan kell és olcsón, akkor az rossz lesz. Hogyha valami jó kell, és gyorsan, akkor az meg drága lesz. És hogy ebben fog egy kicsit tudni elmozdítani, hogy van egy olyan eszköz, amivel ezt el tudod csavarni, hogy a végkimenet, tehát a 2 kiválasztom, hogy valami gyorsan és olcsón csináljuk már meg, akkor az egy kicsit jobb lesz, mint hogyha ezt az eszközt nem használnád. De hogy hogyan fogják ezt integrálni a saját világukba a munkavállalók és a munkaadók így együttesen. Tehát nyilván lesz valami feszülés a két oldalról, tehát egy elvárás, hogy akkor csináljál többet, jobbat, olcsóbban. És valahol ez abba fog kimerülni, hogy ha ezt megugorják bizonyos munkavállalók, akkor ha nincsen több megrendelés, akkor darab-darab, tehát hogy eddig 20-an csináltak meg 20 darabot, mindenki egyet, most meg egy ember fog megcsinálni 20 darabot ugyan a minőségbe, akkor ha nincs több megrendelés, akkor nincs más lehetőség, 19 embernek mennie kell. De hogyha ezáltal
hogy sikerül felvenni ezt a tempót, meg a minőségjavulást, meg még egy kicsit olcsóban is tudja adni, ezáltal megnyílik egy sokkal nagyobb piac, akkor nem az lesz, hogy a 20 emberből 19 elmegy, hanem még 20-at kell felvenni, mert egyszerűen annyira hatványozottan több lesz a megrendelése, amiatt, mert olcsóbb lesz, azért ugyanaz az ügyfél többet is fog megrendelni. Tehát most elmész egy fotográfushoz, és akkor azt mondod, hogy szeretnék valamilyen speciális profilfotót rólam. És akkor azt mondja, hogy egy órán keresztül kattingatok, és akkor ebből ő majd kiválaszt hármat, amit szépen retusál meg minden, és akkor kapsz hármat, és akkor megkérdezi, hogy melyiket kéred, és akkor ráböksz az egyikre, vagy azt mondod, hogy hát szeretném mind a hármat. És akkor azt mondja, hogy három, akkor 20 ezer forint, ha csak egyet, akkor meg öt, nem tudom, hogy mi a business model. De ehhez képest ugye lehet azt csinálni, hogy na akkor itt van egy, és akkor most van ez egy kicsit ilyen science fiction, tréneltem egy Midjourney jellegű dolgot, és akkor 50 ezer forintért ezt így megkaphatod, és akkor nem egy profilfotód van, hanem végtelen. Tehát, hogy így azt mondod, hogy én 23 fokkal elfordítva és felfelé nézek, vagy a kezem Steve Jobs pózban az államon. Tehát, hogy lehet ezt ilyen irányba is vinni. De hogy ha ezt csinálod, akkor végtelen, nem végtelen, nagyon-nagyon sokkal több megrendelésed lesz, mert hogyha ezt ezekkel az eszközökkel el tudod érni ugyanannyi idő alatt, mint a 100 kattintás, 3-at retusálok, és ugyanannyi időbe kerül ezt előállítani, akkor ezért hajlandóak lesznek az emberek többet fizetni, mint a 3 darab retusált képért. Abszolút. Sőt, hogyha ugye nézzük mondjuk nálunk a top portré fotós, az, akivel járunk, meg küldjük az oktatóinkat, hogyha nincs fotójuk, Tóth Balázsnak hívják, TB fotó, zseniális fotós, szerintem az ország legjobb portré fotósa, meg a csapata, de egy-két kép az ilyen 50-60 ezer forint, ami nyilván már a legtöbb embernek túl van azon a szinten, amit ő szánna egy fotóra, de hogyha ugye nem manuális a retus, meg nem tudom, egyébként, tehát sokkal olcsóban elő tudják állítani a képet, és az van, hogy mit tenni, 15 ezer forint, mert sokkal hatékonyabb az egész, akkor nyilván sokkal több ember megy hozzájuk, nem csak a cégvezetők, meg a top menedzserek. És tényleg több igényük lesz. Nem akarok belekontálkodni Balázséknak a munkájába, mert nagyon profin csinálják, de én is valahogy így képzelem el. Egyébként szerintem itt pont azt akartam hangsúlyozni, hogyha valakinek ez a szakmája, akkor ezt még szerintem nagyon sokáig nem lehet reprodukálni, csak ilyen eszközt így megpróbálok így a szakmai háttértudás és ismeret nélkül így erre így ráereszteni erre a területre, mert ő pont azért jó, és azért tud ennyit elkérni, mert tudja, hogy igen, egy picivel lejjebb, egy kicsit emeljük feljebb, itt ezt igazítsuk már meg ezt a szálat, még mielőtt ugye a fotó megnyomja a gombot. Vagy nyomja a poénokat fotózás közben, és már nem erőltetettem vigyorgok, hanem őszintén nevetek. Igen. És utána jön majd az utómunka. Tehát, hogy ezt még sokáig szerintem nem fogja tudni neked elmondani az AI, hogy na akkor így állítsd a fejed, meg nyomja a poénokat. Tehát, hogy ez is a szakmának a része, de ezt nem fogod tudni így kiautomatizálni. Még az a sztori tetszett, mikor mondtad, ugye kérdezgettem, hogy mennyi idő most beletanulni abba, hogy inkább az informatikai oldalon valaki be tudjon kapcsolni, és mondtad, hogy dolgozik nálatok egy srác, talán fél éve vagy egy éve, és hogy nagyjából kevés tudással jött hozzátok, de most már fél szavakból is értitek egymást, és komoly dolgokat tud csinálni. Mesélsz erről egy picit, hogy valakinek, hogyha az informatikai integrációs oldalon akarna bekapcsolni, mennyi idő ebbe beletanulni, mennyire bonyolult, mennyire kell már feketeves informatikusnak lenni, vagy éppen nem kell, hogy ilyen szinten érkezzen valaki? Ő is használja ezeket a ChatGPT, meg ugye a saját belső modelljeinket az, hogy meg tudjon oldani, és én egyébként ezt mondom is neki, hogy nyugodtan,
hajrá, tehát hogy ha van egy feladat, akkor beszélgessél a mesterséges intelligenciával arról, hogy ezt hogy kellene megoldani, mert hogy ebből is sokat tanul. Ad ötleteket, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk van egy junior, és hogy fogalmam sincsen, hogy álljak hozzá, és el kell menjek valakivel beszélgetni, hogy na akkor ez hogy kéne, és az a valaki vagy elmondja, vagy azt mondja, hogy googlizd meg, és akkor az alapján neki el kell döntenie, hogy most ez az, amit a Google-ön találtam, az most helyes, jó, nem jó, működik-e, le kell próbálni. Ehhez képest ugye ez egy plusz tool, ami ezt az egész folyamatot fel tudja gyorsítani. Én is meglepődtem azon, hogy ennek a kollégának nem volt, tehát nem volt olyan nagyon erős sok éves programozási tapasztalata, tehát hogy nyilván tanult róla, meg valamennyire programozott, de a mesterséges intelligenciás történetekben úgy teljesen nulla. És hogy el tudtunk tényleg kevesebb, mint fél év alatt jutni odáig, hogy itt van ez az adatsor, és akkor ezt így dob rá egy DNN-re. Tehát egy ilyen deep neural network-re dobd rá, és akkor egy tudta, hogy ez mit jelent, hogy dobd rá. Tehát nekem mondjuk tartott volna megcsinálni 4 óráig, hogy akkor elgondolkozok, hogy akkor milyen legyen a struktúrája ennek, és akkor ezzel nem kellett foglalkoznom, mert tudtam, hogy ő tudja, hogy nagyjából mit kell csinálni, milyen paramétereket lehet ott úgy húzogatni, lehet, hogy első nem fog neki sikerülni, de tudja, hogy mi az elvárt végeredmény, ez mennyire messze van attól, mint amit most éppen ezzel kap, hol nyúljon bele, és akkor egy-két napon belül jött, hogy na akkor itt van, ezt a 4-et próbáltam ki, ebből a 4-ből ez nem jó, ez sem jó, ez majdnem jó, ez meg elég jó. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha jó anyagokból dolgozik az ember, tudja, hogy mi az elérendő cél, és megérti azt, hogy mit akar csinálni, és van hozzá valamiféle segítség, hogy hogyan is álljunk neki, és egy jó nagy adag kitartás, meg motiváció, akkor sokkal gyorsabban tud látványos eredményeket felmutatni, mint ez korábban lehetőség volt. És hol lehet ezt tanulni? Nekem is, hogyha ebbe jobban el szeretném mondjuk mélyülni, akkor akár mehetek a ChatGPT-hez, hogy ezt hogyan érdemes tudni, vagy YouTube videókra támaszkodjak. Milyen tanulási forrás van, hogyha valaki úgy érzi, hogy ebbe bele szeretne menni. Azon túl majd mindjárt kérdezlek arról is, hogy felkértünk, és szerencsére elfogadtad a felkérésünket, hogy tarts egy félnapos workshopot, de ezen túl milyen lehetőségek vannak? Nagyon függ attól, hogy ki milyen szinten áll most. Tehát, hogyha tud programozni, az annak teljesen mást javasolnék, mint az, aki azt mondja, hogy valami olyasmit keresnék, ahol nem kell tudni programozni hozzá. Ugye egyre több ilyen online oktató anyag is jelenik meg, ingyenes, pénzes, Udemy, Coursera, nem tudom, nálatok is szerintem van most már egy csomó, ami ChatGPT, hogyan használjunk, promptolás, alapokat megadja, csatlakozni a különböző Facebook csoport, Discordok, ezek mind szerintem teljesen valid és jó megközelítések. Igazából egyiket sem tudnám jól kiemelni, hogy mi az, amit én konkrétan javasolnék erre, mert megmondom őszintén, némelyikhez itt csatlakoztam, és látom azt, hogy van olyan, aki mondjuk csatlakozott egy ChatGPT-s Facebook csoporthoz, és azért, mert teljesen nulláról kezdi, és hogy kicsit zajosabb az a csatorna. Tehát, hogy jönnek olyanok, aminek semmi köze a ChatGPT-hez, hogy nézzétek, milyen szép Midjourney képet rajzoltam,
oké, de hogy ez ChatGPT csoport, vagy valami brutálisan mély technológiai kérdés, és akkor azt ő meg ugye nem tudja megugrani, de közben van egy csomó jó tipp és trükk, csak az embernek, hogyha ugye ezt ingyen akarja, akkor át kell magát rágni ezen, míg hogyha mondjuk elmegy mondjuk egy Brilliant, vagy nálatok is egy ilyen ChatGPT-s oktatás, online oktatásra, akkor ott fizetni kell valamennyit érte, de sokkal hatékonyabb jut el odáig, hogy tehát mennyit ér az időd, ugye? Hogyha valaki tud programozni, ugye az meg egy teljesen másik irány. Én ott nagyon ajánlom az open source projekteket, iszonyat sokat lehet belőle tanulni. Sőt, annak is, aki mondjuk nem ijed meg az informatikai részétől egy kicsit, tehát nem feltétlenül kell programozni, van ismerősöm banki tanácsadás, befektetés ebbe az irányba dolgozik, ez a szakterülete, nem tanult soha kódolni, és ő eljutott odáig teljesen saját maga, hogy letöltötte a SuperAGI nevű Python-os open source-os projektet, és akkor nekem ott mutogatta, hogy hát ide bedugtam ezt a PDF-et, és akkor utána ezt ő feldolgozta, és akkor feltettem a kérdésemet, és akkor tök jó megválaszolta, hogy a PDF alapján, hogy mi is arra a kérdésre a válasz. Nulla kódolással, tehát hogy de ahhoz kell az, hogy tudjam azt, hogy ezzel nekem melóm van. Tehát dolgozni kell, le kell tölteni valamit, az elsőre nem biztos, hogy fog menni. Hogyha valamibe beleütközöm, akkor nekem kell kikaparnom, hogy mi a következő lépés, tehát hogy nem egy ilyen kész anyagot kapsz. Sokkal többet tanulsz belőle, ha megvan a motivációd, akkor sokkal tovább jut el az ember. De azért nehezebb út. És aki meg programozik, annak meg egyértelműen, tehát hogy a GitHub trending, azt kell így megnézni, vagy akár célirányosan keresni is rá. Ott a GPT for All, Pandas AI, LangChain, LangFlow, ezek mind olyan projektek, amelyik valamilyen irányban nagyon mélyen belementek ebbe a témába. Szuper, köszi szépen a javaslatokat. Nekem is számos újdonsággal szolgált, hogy honnan lehet még impulzusokat szedni, akár jobban elmélyülni. És végezetül mesélj egy picit, hogy mire számíthatunk majd a workshopon, a félnapos workshopon, amit majd lehet celebrálsz nekünk hamarosan, ahol ugye az a témánk, hogy csinálj saját mesterséges intelligencia asszisztenst. Mire készülsz? A workshop során azokat a olyan témákat fogjuk kivesézni, amik a ChatGPT promptoláson túl vannak, és egyébként ezek mint építő kockák, azok már most részei a ChatGPT élményednek. Tehát ilyen például, hogy memória, vagy a pluginok világa, hogy ezek hogy működnek, hogyha ezt megértjük, akkor összetudjuk ezeket az építő kockákat vadászni ilyen open source komponensekből, és ezekből fogunk építeni egy ilyen asszisztenst, majd mindenki eldönti, hogy mire szeretné használni, vagy milyen célral akar építeni. Ez eléggé általános lesz az, hogy épül fel egy ilyen, hogy ha kérdezek tőle, akkor legyen neki az internethez hozzáférése, vagy nem. Hogyha igen, akkor ezt így kell csinálni. Akarok-e neki egy halom dokumentumot valamilyen formátumba bedobni? Akkor, ha igen, akarok, akkor azt így kell, hogyha PDF, így kell, hogyha Excel. Legyen neki memóriája, mennyi memóriája legyen, tehát hogy hosszú távon akarod, én elkezdtem építeni egy to-do listát, egy ilyen, mi az tud? Feladatmenedzsert építeni, csak tisztán ChatGPT-be. Tehát, hogy így promptolod, hogy te most egy feladatlista menedzser vagy, és az a feladatod, hogy ha kérem, hogy vedd fel a listára ezt a feladatot, akkor vedd fel, jegyezd meg, hogy konkrétan mi a dátuma, a státuszát hagyd nyitva, hogyha valamelyiket
ami azt mondom, hogy ezt megcsináltam, akkor azt húz ki a listáról, hogy mikor húztad ki, és akkor teljesen egy ilyen beszélgetős feladatlista menedzsert lehet benne csinálni. Nem ilyet fogunk csinálni, hanem ettől azért technikaibb lesz, hogyha valakinek igénye van arra, hogy ez a saját gépen fusson, akkor ezt is, erre is ki fogunk térni, hogy ez hogy tud a saját gépeden futni, vagy milyen más alternatívák vannak, de úgy állítottam össze, hogy az, hogy milyen nyelvi modell van mögötte, hogy ez egy szolgáltatás, vagy te futtatod a felhőben, de saját, vagy a saját gépeden, ez teljesen mindegy. Inkább a hogy építünk köré olyan dolgokat, aminek a végeredménye az, hogy ez úgy működik, mint a ChatGPT, csak sokkal jobban rászabva arra a feladatra, amire te akarod. Hogyha valakinek nincsen ötlete, akkor fogok mondani párat, hogy akkor nézzünk meg egy ilyet, vagy olyat, vagy amolyat. Nem feltétlenül lesz a végeredmény az, hogy ő pontosan azt fogja megcsinálni, amit akar, de azzal szeretném, hogy távozzon, hogy ha még 2 órát rászánok, akkor olyan lesz, mint amilyet akarok. Wow, de izgalmas. Nagyon várjuk meg. Még egyszer köszi, hogy elvállaltad. Mert szeretném, nagyon sokan foglalkoznak a ChatGPT-vel, csak magával. Szerintem is fontos, és arra is tervezünk egy workshopot, meg egy oktatóanyagot Slavka Évával, aki a kreatív gondolkodásnak a szakértője. Tehát azt a dimenziót is lefedjük, de szeretnék mélyebbre ásni, és nagyon köszönöm, hogy itt a workshopon már ennek a rejtelmeibe is bevezetsz majd bennünket, úgyhogy Mentor Club tagoknak ez ingyenes, gyertek, ha még nem vagytok Mentor Club tagok, akkor gyertek, csatlakozzatok, hogyha már tagok vagytok, akkor úgyis küldjük majd a meghívót. Ezzel akkor zárom is a beszélgetést, nagyon szépen köszönöm Csaba, nagyon izgalmas volt, nagyon, nagyon inspiráló, és nektek pedig a QCaps-ben sok sikert kívánok, hogy ezt minél inkább behozzátok a magyar gazdaságba is. Részemről a megtiszteltetés, és köszönjük szépen. Szuper, köszi.